Viszlászon is nyilatkozott tegnap a Vizsgálat kamerája előtt, és azt hiszem, hogy tökéletesen, nagyon hidak fejjel, és nagyon racionálisan értékelte az ellenfelet, azt mondta, hogy beálló poszton erősebb lett a magyar együttműködési rákfasz is. Cserj szurkolásra szólították fel a nézőket, de ezzel azért a kézilabdában nem szokott gond lenni, reméljük, hogy most sem lesz. És ez a csarnak, hát egészen szédületes. És ennek a főszereplő még egyszer, hogy közelről karba tett kézzel, így még ma nem láttuk őket, és nem is nagyon fogjuk. Izome Hansen, a fiatal kapus is ott van, aki valamint ugye első számú kapusnak számított, aztán egyét hozták. A rutinos norvég kapulévőt, aki 262-szerre lépte a norvég válogatott kapuját is, és már 43 éves. Ugye ez az egyik sérülés, Szilsztrád betegsége, ami után reagálnia kellett az együttesek, akkor Pálinká is kidőlt. Egy pár mérkőzés, a másik, amire már általam említett Klein-féle kiesés, Marco Guillinnal zárul a névsor. Guillin mindig kult szereplő, ugye rengeteg gólt szerez. Jelenleg is ő áll a legtöbb gólomra. Tudjuk Carlos Ortega, aki a második olyan edző lehet, aki megnyerte már ezt a címet játékosként. Kisebája után lehetne második, ha nyerne az együttes. És ő lenne az edző, látta, hogy holnapig nyilván ő marad. És itt van az a játékos, hogy Ruhezbe ugye megsérült, és ugye ott van a nevezettek között tudál, de könnyen elképzelhető, hogy ő sem fog szerepelni. A kiesése pedig abból a szempontból nagyon nagy baj, hogy az 5-1-es védekezés egy ennyi jó átlővel rendelkező csapat ellen, mint a Kiel megoldás jelenthetett volna legalább 5-10 percekre, viszont a török bal kéze nem lehet zavarót védekezni. Sztárjátékosok, Filip Hiha, aki a Fájnapon történetének legtöbb gólját szerezte, egy 51-nél tart, csak itt a Kölni 4-es döntőben, és Bobby Lilic, aki 101 góljával jelenleg a második a gólőrőistán, Mikkelhánz egy 2-vel előtte magát, Mikkelhánzat már megjátszik mérkőzés, Lilic tavaly is gólkirály volt, kényen elképzelhető, most is